Szöcske Szántó Bonyháttól északnyugatra található. Az itt végzett kutatásáról tartott előadást Tóth Gábor régész Bonyhádon a Völgységi Múzeumban. A munkálatok során számos érdekes tárgy került elő, mondja a régész. Szecska városrésztől északabbra, tehát itt is a Szecska, Szöcske, egyébként van Csöcske puszta elnevezés is, tehát hogy ezeknek a egybecsengése hangzásilag nem véletlen, hanem a középkorban volt egy Csöcske nevű falu, Majos, Aparhant, illetve Bonyhád, Fülöp-Szerdahely határában, és ez a falu elpusztul a 16. század elején, de a földrajzi elnevezés, a falunak a neve megmarad a dűlő nevekben. Tehát ma is létezik Csöcske puszta, illetve ennek a különböző változatai, tehát a Csöcske, Szöcske, Szecska, ezek ugye létező dűlő nevek jelenleg is. Tehát ezek megőrizték a falunak a régi nevét. Ebben a Szöcske Szántó dűlőben igazából azért indult régészeti kutatás, mert a Vosinszky-Mór megyei múzeum is nyitott a fémkeresők kérésének, hogy legálisan tudjanak az addig fekete vagy szürke oldalon fémkereső emberek, tehát a múzeummal együtt mozogni terepen, és 2018-ban Bula László és Vince Péter Bonyhád környéki fémkeresősök hozta be a múzeumba több tárgyat, többek között erről a Szöcske Szántó dűlőből is. És itt volt egy nagyon érdekes lelet, egy bronzmécses. Tehát általában a mécsesek ugye kerámiából készülnek, bronzmécses az nagyon ritka. Későbbi kutatások során kiderült, hogy László Gyula, neves régész, 1938-ban talált egy hasonló bronzmécsest. A Kárpát-medencében addig ez az egyetlen egy ilyen mécses volt ebből a korszakból, tehát a 5.-6. századból, és ugye ez mint egy szintén egy ritka anyag, így a Szöcske Szántóból, hogy előkerült, illetve több darabban került elő, és igazából azért indultunk terepbejárást végezni, hogy ennek a bronz mécsesnek több darabját is megtaláljuk, ami eddig hiányzott. Ugye ezt a mécsest úgy kell elképzelni, hogy ez egy templomi állványos mécses, tehát egy oszloptag, illetve lábak emelik ki a mécsest, és egy tálka-szerű szinten helyezkedik el a mécses, és akkor nyilván magasabban világít, és ez ugye egy egyedi darab. Rengeteg vagy több korszakból is találtunk leleteket, tehát egészen az őskortól kezdve, tehát a neolitikum, bronzkor idejéből is jöttek régészeti leletek, ezek ugye kerámiák, és a fém anyag az pedig a római kortól kezdve jelentkezett. A régész elmondta, hogy találtak római, illetve árpádkori érméket, de török és ráckorból is kerültek be leletek a múzeumba. A legérdekesebb azonban egy 6. századi ezüstál volt. A munkálatok során csaknem 10.000 négyzetméternyi területet derítettek fel, mondja Tóth Gábor. A terepbejárás az 2 napig tartott, ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy láncban haladnak a fémdetektorosok, és akkor próbáljuk minél szisztematikusabban átvésülni a területet. Tehát azt kell tudni, hogy egy fémkeresővel, aki tényleg rendesen le akarja járni a területet, az 1.004 négyzetméternél többet nem igen tud lejárni, vagy gyűjteni 1.000 négyzetméternél több területről. Tehát, hogy ez egy nagyon sziszifuszi munka. Tehát el lehet képzelni, hogy egy 50-60.000 négyzetméternyi lelőhelyről azért egy ember azért több hónapig járott kifele, hogy át tudja nézni a teljes lelőhelyet. De nyilván egy csapatban, tehát 5-10 emberrel jobban halad, gyorsabban, de még így is ugye mindenkitől nagy erőfeszítést, időt, energiát igényel, tehát
A múzeum az köszönettel tartozik azoknak az embereknek, akik tényleg időt, pénzt, fáradtságot nem sajnálva segítik a mi munkánkat, és felgyorsítják a lelőhelyeknek a felderítését.